Karácsony másnapján már pattogott a labda a nyíregyházi Filó sportcentrumban, a 7. Fuxtec Sunshine FM műfüves focitorna kiváló alkalmat biztosított arra, hogy a játékosok lemozogják az ünnepek alatt felszedett plusz kilókat. A kétnapos rendezvényre 28 csapat nevezett. A megyebeli együttesek mellett a szomszédos megyékből és a határon túlról is érkeztek részvevők, az alkalmi csapatokban pedig NB1-es és NB2-es futballisták is pályára léptek. Az időpont is vonzó lehet, ugye itthon van mindenki, ráérnek a játékosok, nincsenek bajnokságok, se kispályán, se nagypályán, illetve maga a műfű is azt mondom, hogy csalogató lehet, hiszen sok torna sportpadlón van megszervezve, vagy parkettán, és itt Kelet-Magyarországon az egyedülállónak mondható, hogy egy 5x2-es kapura műfűen oldalt palánkkal játszhatnak a játékosok. Az NB2-es Kisvárdát erősítő Fodor András edzői engedéllyel vett részt a tornán, amely szerinte jó szolgálatot tesz a téli felkészülés kezdete előtt. Így a holt szezonban nekünk is jobb, hogy nem csak amit edzés programot kaptunk, a száraz futás, hanem azért játék is van benne. Szolgálja a téli felkészülésünket, aztán nem olyan nehéz visszamenni edzeni január 9-én, ugye, mint amikor nem csinál az ember semmit. A tornát végül a nyíregyházi két bal csapata nyerte, a megyebeli NB1-es és NB2-es játékosokat felvonultató Diégus fiúk és a Reáltate előtt. A gólkirályi címet a Diégus fiúknál szereplő Kapacina Valer szerezte meg, a legjobb kapusnak a két balos Sánta Tibort, a legjobb játékosnak pedig a Diégus fiúkat erősítő Fodor Andrást választották meg a szakemberek.